Köszöntöm a nézőket, önök a Mesélő Baja idei első adását látják. Sokszínűség, kreativitás és ambíció. Néhány jelző, amelyek jól körülírják a vizuális iskola mindennapjait. A műhely kalandos utat járt be, amíg mai otthonába, a Deák Ferenc utcai épületbe költözhetett a képzés. A bajai alapfokú vizuális oktatás múltja és jelene mai adásunk témája. Tartsanak velünk! A vizuális nevelés irányába tett első lépés 1985-ben történt, amikor is a Bajai Tanács a 8-14 éves korosztály művészeti nevelését szorgalmazta. A tanterv a budafoki állami zeneiskolában működő oktatási modell mintájára készült, oktatóknak pedig általános iskolai rajztanárokat kértek fel. A szakkör 1985-ben el is indult, a három csoportot Jászberényi Matild, Jenei László és Weintraeger Éva vezette. Kántor József néhány évvel később csatlakozott hozzájuk. Kezdetben az akkori műfáz keretei között indult, ott kaptak helyet a délutáni foglalkozásokra. Aztán később ez átkerült az újvárosi iskolába. Tudnék, szaporodtak a csoportok, úgymond kinőtte magát a kezdeményezés, a műhely, a akkori műveldési központból. Hát talán már akkor József Attila Műveldési Központ volt a neve, ami később aztán átkerült ebbe az épületbe. Tehát a vízó átkerült az újvárosi iskolába, lévén az újvárosi iskola akkor az egyetlen, úgymond általános művelődési központ volt. Tehát olyan feladata is volt, hogy a mindennapi oktatás mellett, tehát ilyen közművelődési feladatot is lásson el, és hát akkor még nem volt iskolaként bejegyezve, csak szakkör, és mivel az iskola mellett, hogy újvárosi általános AMK volt, ott emelt szintű rajzoktatás is folyt az általános iskolában. Amiről aztán később kiderült, hogy a kettőnek egymáshoz semmi köze. A harmadik tanévtől ideiglenes megoldásként a képzés mind helyileg, mind szervezetileg az újvárosi AMK-ba került. A hagyományos iskolai tantermekben folyó munka nem bizonyult jó megoldásnak, hiszen azok nem voltak alkalmasak műhely munkára. Az iskola a 90-es években új otthont kapott az Ibbül sétányon, az egykori óvodaként működő két földszinti lakásban. Zsúfolt volt, arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon szűk volt a hely, és hát nagyon meglepő volt ez az ötlet egyáltalán, hogy egy lakásban helyeznek el egy iskolát. Tehát emlékszem rá, hogy így Egerből érkezve azért nekem ez eléggé meglepő volt, hogy egy iskolába jövök, és egy lakótelepi lakás lépcsőházán keresztül kell megközelítenem. Érződött a jó hangulat, érződött, hogy ez más, mint amit az általános iskolákban megkapnak a gyerekek. Sokkal szabadabb, sokkal kreatívabb légkör veszi őket körül, és ez miatt nagyszerű alkotásokra képesek a gyerekek, és hát ezért nagyon tetszett, mert ez egy olyan lehetőséget kínál a gyerekeknek, illetve olyan világot teremt, ami egyébként nem lenne elérhető a hagyományos általános iskolai keretek között. Az intézmény 1992-ben iskolarangú működést nyert. 93-ban kapták meg a Szent Andor utca 17 szám alatti épületet. Használhatóságáért a tantestület önerejéből sokat tett, így készülhetett el 2000-ben a kerámia műhely két helyiséggel. A vezetői feladatokat ekkor már Jászberényi Matild látta el. Az első önkormányzat idején, tehát akkor Éber András volt a polgármester, volt egy szerencsés helyzet, mert közben a tantervet is folyamatosan beterjesztettük, megújítottuk, a hibákat kijavítottuk, de ekkor már az utolsó változatát a tantervnek a saját, tehát az iskola dolgozói, Jászberényi Matild, Weintraeger Éva
nem is tudom pontosan még kik dolgoztak akkor abban az időben Újfalusi Zoltánnél. De itt Matild volt a motorja ennek a tantárgy készítésnek, és az általuk készített tantervet elfogadta a minisztérium, és az önkormányzatnak akkor az volt a feltétele, hogy ha a minisztérium elfogadja a tantervet, akkor a önkormányzat megalapítja, tehát iskolaként működtetheti tovább a vizuális iskolát. És ekkor már a Szent Antalban voltunk, és hát abban az időben még nagyon sok gyerek jelentkezett. És az oktatás is úgy folyt, hogy hát mindenki nagyon lelkesen dolgozott, nem csak a tanulók, a kollégák is, tehát nem volt olyan, nem nagyon jutott eszünkbe, hogy vége az órának, letelt az idő, tehát itt egy folyamatos munka, műhely munka folyt. Én gyerekkoromban nagyon szerettem rajzolni, tehát egész kicsi koromtól kezdve folyamatosan festettem, rajzoltam, és felső tagozatos koromban jött az ötlet, hogy én szeretném ezt kicsit magasabb szinten űzni, és 89-től kezdtem járni a vizuális iskolába, egész felső tagozatban jártam, és 93-ig Inkántor Józsefhez jártam az ő csoportjába, és talán a legmeghatározóbb élmény az volt a számomra, hogy itt olyan technikákat ismerhettünk meg, illetve olyan eljárásokat, amiket más hol nem. Tehát egy olyan gyerek, aki az általános iskolában rajzolt, csak nem találkozik sok mindennel. Szitanyomatot készítettünk, linoleum metszeteket, színnel rajzoltunk, grafikát készítettünk, festettünk, agyagoztunk. Tehát nagyon széles körű volt az a paletta, amiből tulajdonképpen választani tudtunk. És nekem ez a sokszínűség tetszett leginkább. A vizuális iskola kezdeményezésére indult el 1998-ban a középiskolai művészeti képzés Baján a Jelki András szakképzőiskolában. Szerették volna többen folytatni is, és akkor született meg az ötlet, az a gondolat, hogy legyen valamilyen folytatási lehetőség ennek, és akkor indítványoztuk a szakközépiskolai tanternek a bevezetését. Ehhez a végigjárva a középiskolákat és szakközépiskolákat a Jelki volt a vevő. Ők se simán, tudomásom szerint első körben a tantestületet is leszavazta, hogy nem kell nekik ilyen képzés. Pedig hát nem csak szakmai, hanem közismereti órákat is vittünk, tehát ugye a matek, mind a magyar, meg egyéb tanároknak is óraszámot. De végül is a Jelkivel egy akkor első körbe, első tanévekben egy ilyen oktatási megállapodás keretében a vizuális iskolával, akkori vizuális iskolával született egy megállapodás, hogy a közismeretet a Jelki biztosítja, a közismereti oktatást, a műhely foglalkozásokat pedig a vizuális iskola. Tudnék, az indításhoz meg kellett legyenek a tárgyi és személyi feltételek. A következő tanévet már egy másik épületben kezdhették meg, a Deák Ferenc utca 8 szám alatt, amelyet először közösen használtak a középiskolával, majd 2007. július 1-én a vizuális iskola a Liszt Ferenc AMI képző és iparművészeti tagintézménye lett. 2012-től pedig önálló tanszaka és terephelye. Major Csicsné Újadi Krisztina 2006 óta vezeti az alapfokú művészeti képzést. Amikor ezt az iskolát még alapították, illetve az első döntéseket meghozták az iskola létrehozásával kapcsolatosan, az első törekvések kialakultak, akkor én még javában érettségiztem Egerben, tehát nem vagyok bajai, és utána ugye főiskolára kerültem Pécsre, és amikor a szakdolgozatom írására került a sor, akkor már bajai lettem. Tehát addigra kerültem én Bajára, és a szakdolgozatom témájaként választottam én a vizuális iskolát. Ezt a család, illetve az ismerősök ajánlották, mert ugye ők ismertek engem, tudták,
hogy nagyon érdekel ez a terület, ebbe az irányba szeretnék én tovább haladni az életem során, és hát mondták, hogy akkor a lehető legjobb helyen vagyok, mert Baján most van egy nagyon jó kezdeményezés, egy nagyon jó iskola, és biztos, hogy szívesen fogadnak, és ez így is történt. Kántor Józsefet, az akkor igazgatót kértem meg, hogy segítsen ebben nekem, és hát nagyon tetszett az iskola, így a hospitálások során volt alkalmam betekinteni. Akkor éppen az Ybl sétányon voltak ugye két lakótelepi lakásban elhelyezve, és hát órákat látogattam, tanárokkal beszélgettem, és akkor ez alapján írtam én meg a szakdolgozatomat. Aztán ugye gyerekek születtek, és gyesen voltam, majd elkerültem más iskolába dolgozni, és 2003-ban, tehát 15 évvel ezelőtt kezdtem a vizuális iskolában képzőművészeti tárgyakat tanítani, majd először óraadóként, majd 2006-ban adódott egy olyan lehetőség, hogy egy felkérés valójában, hogy akkor még intézményegységvezetőként elvállaljam a vizuális iskola irányítását a tanítás mellett. A mi képzésünk erre a sokszínűségre, változatosságra épül. Ez mellett van az alap képzés, ahol a rajzolás, a festés és a mintázás van terítéken, tehát itt megtanítjuk őket jól rajzolni, jól festeni és jól mintázni, tehát ezt váltakozva kell az órákon alkalmazni, és akkor ez mellett vannak a különböző műhelyeink, ahol már nem beszélünk külön a rajzolás, ábrázolás problémáiról, hanem az adott technikára helyezzük a hangsúlyt, és hát ezek a műhelyeink jelenleg a grafika műhely, Harmat Ilona vezetésével, szobrászat műhely, Harmat István szobrász művész vezetésével, van Tűzománc műhelyünk is Vörös Henriett vezetésével, illetve felvételi előkészítő műhelyünk is van a továbbtanulók számára, ez szintén Harmat István vezeti. Rajzolunk ceruzával, krétával, szénnel, tussal, tollal, bármivel, tehát tényleg ez is nagyon változatos. Ez mellé, az egyedi grafikák készítése mellé minden csoportba bevettük már a sokszorosító grafikák készítését, hiszen nálunk ennek nagyon komoly hagyományai vannak, ezt már a kezdetekben is elindították ugye annak idején, és hát ugye a prések is itt vannak minden tanteremben, rengeteget grafikázunk. Ez megmaradt az évek során, hogy ehhez a technikához ragaszkodunk, úgyhogy minden csoportban van linómetszés, vagy részkarc, vagy papírmetszet készítés, monotípia készítés a tanév során. Ez azért fontos, mert az iskola felvállalta a grafikához való kötődést. Ez akkor kezdődött el, amikor 2010-ben a minisztérium felkért minket a 4. országos grafikai verseny megrendezésére, ami ugye egy elődöntőből, annak a zsűriztetéséből, illetve egy kétnapos helyszíni döntő megrendezéséből állt. És ekkor úgy éreztük, hogy nekünk ezt a területet fel kell vállalni, így országosan is, sőt, akár nemzetközileg is. És ezen a rendezvény, ennek a rendezvénynek a tapasztalatain elindulva hirdettük meg a Vízjel Nemzetközi Grafikai Diák Biennálénak a megszervezését. Ezt ugye két évente rendezzük, és most 2018-ban volt az utolsó. Ez minden két évben, egy nemzetközi biennálé, külföldről, Szlovéniából, Lengyelországból, Szerbiából, Angliából küldenek hozzánk grafikákat. Ezt mi Munkácsi Díjas neves művészekkel zsűriztetjük, majd kiállítjuk, illetve vándorkiállításként is elvisszük az ország több pontjára. Tehát voltunk már Vízjel vándorkiállítással Szabadkán például, Pécsen, Budapesten, és most idén is visszük majd a legutolsó Vízjelet Badacsony-Tomajban. Most ott rendezik az aktuális grafikai versenyt, és a verseny résztvevői számára be lesz mutatva. Ez a nagyon sokszínű, nagyon változatos anyag. Tehát van egy kötődésünk a grafikához, a sokszorosító grafikához, amit nagyon szeretünk, és örülünk neki, hogy ez így alakult, hogy ezt mi így tudjuk művelni, és a gyerekek is imádják egyébként, mert ez egy olyan kuriózum, egy olyan különleges
technika, amit az általános iskolában azért elég nehéz kivitelezni, sőt inkább lehetetlen, majd egy-két kreatív pedagógus lehet, hogy valamilyen alapszinten megvalósítja, de a feltételek nyilván nem olyanok, mint itt nálunk ehhez. És hát akkor ugye eljutottunk a festészethez, a festészeti technikákat is mind sorba vesszük, az akvarelfestés, a tempera festés, olajfestés, pasztelképek készítése, vegyes technikával készült festészeti munkák készítése napirenden van folyamatosan az iskolában, és hát a szobrászati, illetve kerámia jellegű munkák készítése is minden tanévben időről időre előkerül, és műveljük a gyerekekkel. Agyagozunk, gipszet öntünk velük, drót, plasztikákat készítünk, itong téglafaragástól kezdve nagyon sok minden volt már itt az iskolában ebben a témakörben is. Az elsődleges cél továbbra is az általános vizuális műveltség kialakítása, mindez pedig úgy, hogy a gyerekeknek legyenek saját ötleteik, ami alapján elindulhatnak. Azok a gyerekek, akik a vizuba jöttek, azok olyan szeretettel jöttek, meg olyan úgy vettek részt a foglalkozásokon, hogy azt nem lehetett összehasonlítani akár egy akkori általános vagy középiskolai szabványos rajzórával semmiképpen. Elsősorban azért, mert itt nem érezték kötelezőnek, nem, tehát olyan szeretettel csinálták, és nyilván hát tehetségük is volt, meg szorgalmasak is voltak. Amin kiderült, hogy azok a jó, tehetséges, meg jó képességű gyerekek, akik vízúba jártak, azok hát az általános iskolákban is, meg a közismereti tantárgyakban is elég jól, tehát a jobb képességű gyerekek is voltak. Van, aki szívesen foglalkozik ezzel, mert valamiért azt érzi, hogy ez őt kifejezi, és hát azért nem annyira fantasztikus, amit ő produkál, de benne van a lelkesedés, a törekvés. Sok ilyen növendéken volt már nekem is, de a többieknek is, hogy egy idő után annyit hallja itt a művészetre vonatkozó dolgokat, és annyira sok élményt gyűjt össze, hogy egyszer csak így összeáll benne a kép, és elkezd fantasztikus dolgokat alkotni. A másik oldal is teljesen jelenlévő, vannak szuperszonikus tehetségek, akik viszont valamiért lusták, nem hajlandók beletenni a szükséges energiát, nem képesek az erőfeszítések kivitelezésére, valamiért lehet, hogy más is érdekli őket, vagy alkatilag nem képesek ennek a munkának az elvégzésére, akkor hiába szuperzónikus tehetség az illető, tehát hiába tudna remek műveket alkotni, nem tudja mellé tenni azt a szorgalmat, azt az erőfeszítést, nem fog kibontakozni úgy. Úgyhogy én szerintem itt a kulcs momentum, ami a legfontosabb, az ambíció. Tehát, hogy legyen ilyen irányú ambíciója. Egészen kicsi korban ez azért nem biztos, hogy ennyire egyértelmű, mert hát a kicsik nagyon érzelmi alapon működnek még, tehát ezt az ambíciót egy ügyes pedagógus bármikor felkelti a gyerekekben, és úgy érzi, hogy ő valójában szárnyal, pedig nem is tervezte ezt a szárnyalást mára, tehát azért be lehet őket vonni ebbe a tevékenységbe, de amikor eltelnek ezek a korai évek, ugye 6-7-8 éves kor, és már ez a külső motiválás kicsit kevésnek bizonyul, és szükség van a gyerek saját ambícióira, ott azért eldől az, hogy van-e ambíciója ezzel foglalkozni, és lát-e ebbe fantáziát, érdekli-e annyira, izgalmasnak találja-e annyira, hogy ő ezzel foglalkozzon. Megérzi-e benne, hogy ez őt kifejezi, vagy nem. És ez tényleg a tehetségtől független történet. A témákról, különböző képző és iparművészeti témákról tudjon kreatívan gondolkodni. Tehát, hogyha érkezik egy feladat formájában egy felvetés, egy hangulat, egy ötlet, egy olyan téma, amire valamilyen választ kell adni a képzőművészet eszközeiben, akkor legyen ötlete. Tehát tudjon ötletesen gondolkodni, és tudjon jó megoldást
bárki számára jól elfogadható és egy egyértelműen jó megoldást kínálni erre a feladatra, és ezt is nagyon sokat gyakoroljuk, hiszen most már elég régóta ez azért benne van a társadalmi köztudatban, hogy a kreativitás rendkívül fontos dolog, amit nem szabad hagyni el tűnni a gyerekek életéből. Ugye kicsiként azért majdnem minden gyerek kreatív, ötletes, tele van ötlettel, tele van elképzeléssel, amit meg is szeretne valósítani, és hát nekünk a feladatunk az, hogy ez az itt töltött évek során kiteljesedjen és tovább folytatódjon, és ne tűnjön el, ne kopjon el, ne szűnjön meg. Tehát ne váljanak ilyen nagyon automatikusan működő emberekké, hanem legyenek mindig saját ötletei, és tudjon jó megoldásokat kínálni. Elsősorban ugye itt a képzőnszet területén. Ez aztán kihat a személyiségükre is. Tehát aki itt kreatívkodik a vizuban, annak biztos, hogy a felnőtt élete során ez nagy segítséget jelent majd a saját élethelyzeteit úgy megoldani, hogy az tényleg jó legyen, és tényleg megfeleljen az aktuális helyzet elvárásainak. Most áll tőlem távol az alkotás. Egyrészt valamikor a gyerekeimmel is leülök és együtt rajzolunk. Nagyon szeretem azt, amikor tudok nekik segíteni, akár megmutatni valamit, egy ábrázolást, egy térábrázolást, vagy egy emberábrázolást, és szívesen megnézik ők is a régi rajzaimat, tehát sokszor leülünk együtt is rajzolni, de egyébként is a hobbijaim között szerepel az, hogy szinte mindig alkotok valamit, akár szalvita technikával, dobozokat, ékszereket készítek, tehát nem áll távol most se tulajdonképpen az alkotás tőlem. Az iskola, tehát a rossz oktatási rendszer az megtöri a gyerekeket, a fantáziájukat, tehát megpróbálja egységesíteni, egy kaptafára húzni. Na most itt nem ez történt, itt mindenki szabadon dolgozhatott. Mennek és készülnek tőlünk többen, mi szinte minden évben művészeti szakközépiskolákba, illetve arra is volt már példa nem is egyszer, hogy közvetlenül innen művészeti egyetemre, illetve hát műszaki karra mennek a tanítványok. Az alapfokú képzés célja az, hogy az adott életkorban, ami jelen esetben ugye 6 és 22 év közötti gyerekekre irányul, hogy ebben az életkorban a képzőnszeti technikák minél szélesebb arzenáját bemutassuk a gyerekeknek, illetve ezt el is tudják sajátítani, tehát legyenek otthon akár egy linómetszet készítésben, egy részkarc készítésben, egy nemez készítésben, ugye nem csak képzőnszeti, iparművészeti képzés is folyik nálunk, tűzománc készítésben, tudjon a szobrászat hoz kapcsolható módon például térben gondolkodni, tehát hogy legyenek ilyen irányú kísérletei, és ennek az a célja ennek a sokszínűségnek, ami egyébként a legfőbb ereje ennek a fajta képzésnek, hogy ezen végig járva a diákok megismerjék azt, felismerjék önmagunkban azt, hogy bennük mi az, ami a legerősebb. Tehát ezáltal ők megismerik a saját erősségeiket, illetve hát a gyengeségeiket is, tehát ilyenkor óhatatlanul megérzik azt is, és rájönnek arra, hogy mi az, ami nem megy annyira. Viszont, hogyha szeretne abban jó lenni, akkor arra is lehetőség van itt, hogy akkor azt fejlessze, és abban is jó legyen egy idő után, illetve gyakorlás és képzés során. A volt vízusok közül többen vannak olyanok, akik ma gyermekeiket viszik a délutáni foglalkozásokra. Nem kellett nagyon erőltetni náluk, mert a gyerekeim is nagyon ügyesek és tehetségesek, ez már az óvodában látszódott, hogy van készségük a rajzoláshoz. Úgyhogy tulajdonképpen, amikor megkezdték az iskolát, akkor szinte automatikusan jött a döntés. Persze megkérdeztük a gyerekeket, de nagyon szívesen járnak, és hát látom, hogy valóban fejlődnek, és van értelme annak, hogy ide járnak.
Az, ami még különösen tetszik, hogy így gyakorlatilag az iskola mindig kapcsolódik is ebben az éppen aktuális eseményekhez, tehát hogy a látásmódukat is kicsit szélesíti, nem csak adott értelemben azt, hogy milyen technikával rajzolnak, illetve hát tudják tulajdonképpen azt a készségüket fejleszteni, amiben különösen jók. Tehát a fiam például különösen a műszaki jellegű ábrázolásban, épületekben nagyon jó, és ebben azt gondolom, hogy még ügyesebb lett. A lányom pedig inkább a meseszerű képzeletbeli rajzok tekintetében ügyesedett, és hát látom rajta is a fejlődést. Ízlést is formálunk, nem kicsit. Tehát nagyon fontos, hogy mindezt, amit ők itt nálunk készítenek, és utána hazaérkezve otthon készítenek, aztán felnőve, felnőttként készítenek, hogy mindez a jó ízlés jegyében teljen, tehát ne tudjanak elkanyarodni a gics irányába, mert itt kapjanak egy olyan jó ízlésformálást, egy olyan jó alapot, ami megóvja őket ettől például. És ez azért fontos, mert azt tudjuk mindannyian, hogy a gyerekekből felnőttek lesznek, a felnőttekből cselekvő emberek lesznek, elhelyezkednek különböző munkahelyeken, ott tevékenykednek, és nagyon nem mindegy, hogy milyen ízléssel felvértezve teszik ezt, hiszen amit ők készítenek, csinálnak, azt miután épületek, vagy rendezvények, vagy bármilyen tárgyak formájában mi fogjuk látni, és az emberek találkozni fognak vele, és nem mindegy, hogy milyen ízléssel készülnek ezek a dolgok. Tehát ez a vizuális műveltség, ez nagyon fontos, és ez az alapfokú képzésben, a közoktatásban nincs kellő súlya jelen. Az iskola a mindennapi nevelés mellett fontos feladatának tartja a kiállítások és kulturális programok szervezését, a diákok pedig nyári alkotótáborokban és külföldi tanulmányutakon is részt vehetnek. 2018 őszén például Provence-ban jártak, ahol Van Gogh, Cézanne, Vasarely és Picasso nyomába eredtek. Voltunk már kétszer Velencében, két évben is. Idén megint szeretnénk eljutni, majd a képzőművészeti biennálé kiállításait nézzük meg ilyenkor, ami azért nagyon fontos, hiszen az egy kortárs kiállítás, és azért vágtunk bele ebbe a kalandba, mert a kortárs alkotások a gyerekek koráról szólnak, és nagyon fontosnak érezzük, hogy legyenek képesek befogadni ezeket a kortárs alkotásokat, hiszen az ők korukról szólnak ezek a művek. És hát ez egy nagyon sikeres történet egyébként, aminek nagyon örülök, hogy tényleg befogadóak voltak a gyerekek, megfelelő felkészülés és előkészítés segítségével. Úgyhogy a Velencei Biennálé az most már egy bejáratott történet itt a vizuális iskolában. Ebben a tanévben, októberben Dél-Franciaországban, Provence-ban jártunk, ami az én itt létem alatt a legnagyobb utazás volt. Hatalmas kaland és hatalmas élmény. Itt a jellegzetes provenci táj megismerése és lerajzolása mellett ugye még ókori emlékeket csodálhattunk meg a diákokkal, illetve négy nagy festő nyomaiban jártunk, többek között Cézanne műtermében jártunk Aix-en-Provence-ban, ő ugye Aix-en-Provence-i születésű, és az ő inspiráló környezetét ismertünk meg, láttuk ugye Mont-Saint-Victoire-t, akkor voltunk Árban, ez Van Goghoz köthető városka. Itt 15 hónapon keresztül festett Van Gogh közel 500 képet, tehát a legtermékenyebb időszaka ehhez a városhoz köthető. Nagyon sok remek mű itt született. Mi el tudtunk menni olyan pontokra a városban, ahol készültek ezek a nagyon híres festmények, kis voltak téve kis táblákkal, mutatták, hogy melyik kép hol készült. Ezeket a látványokat helyreállították a festmények alapján, és festettünk is a gyerekekkel az egyik ilyen helyszínen, a kórház kertjében, ami szerintem fantasztikus élmény, tehát azért képzőművészettel foglalkozó, képzőművészet iránt érdeklődő gyerekek számára egy ilyen élményt elérni, azért nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, és nagyon meghatározó a későbbiek tekintetében. És hát ez mellett voltunk még Krakkóban például két évvel ezelőtt, illetve Prágában is jártunk már, Kárpátalján voltunk, Rahón egyik évben a gyerekekkel, illetve Délvidéken is jártunk már. Tehát minden évben próbálunk valamilyen jó kis művészeti tanulmányutat szervezni, valamilyen jól kitalált külföldi
helyszínre, ahol egy életre szóló élménnyel gazdagodhatnak a gyerekek, amit a később életük során, illetve az iskolai munka során is tudnak hasznosítani, illetve be tudjuk építeni a munkába. Az olasz-francia élményeket a műhelyben vetítések és további közös rajzolások követik, a tanév végén pedig egy kiállítást rendeznek majd a provenci alkotásokból.